minden józan ítéletű ember előtt ismeretes, hogy néhány év óta már elkezdődött az írás magyar nyelven is, melyet nekünk, Cicero és minden műveltek nemzetek példája alapján súlyos okokból napról napra mind jobban és jobban tőlünk telhetőleg művelni és gazdagítani kell. Szabadíts meg minket az gonosztól, mert az tied az ország és az hatalmasság, és az dicsőség örökkön. Örökkön örökké. Ámen. Mostan sokan búsonganak és gondolkodnak, tudakozván magukban, mi lehet az oka, hogy az mi nyomorult országunk és nemzetségünk ilyen szerencsétlen, és az pogány törököktől ilyen igen megrontatott és pusztítatott. Nagyobb dolog ez, hogy semmint szerencsének tulajdoníthatnók, vagy történetnek. Annak okáért, hogy sok országok, királyok, nemzetségek fegyver alá adattak, és hogy az Magyarország is török birodalom alá adatott, nem történetből vagyon, sem azért, hogy ugyanilyen változó ez világnak dolga, avagy hogy Isten eltávozott volna ez világról, hanem inkább mindezek az nagy és hatalmas Istentől vagynak, aki azt mondja az Ésaiásnál az ő szent fiának, valamely ország vagy nemzetség neked nem szolgál, el kell annak pusztulni. Nem állottuk meg az Istennel való szövetséget. Azért pogány birtokába adott az Isten. Ez országnak nagyobb része rettenetes bálványimádásba és istentelenségbe merült. Nincs vége az nagy kegyetlenségnek, nincs fosztogatásnak, ártatlan véreknek ontásának. Ha aranyat vagy ezüstöt kívánnak, az szegény községre tátják torkokat. Álnokságokat fognak, és perpatvart hozzájuk, hogy kivehessék a szegény embertől, ami nála vagyon. Ha házat vagy várat rakatnak, szegény ember vérével rakják és kerítik. Az ilyen fejedelmeket nevezi az írás oroszlánoknak és farkasoknak. A török Isten büntetése. Az ember önzése, romlottsága és a haszon és élvezet mérhetetlen hajhászása miatt. Ennek pedig nem egyéb az oka, hanem az bálványimádás. Ne vígy, ne hagyj minket, ne vígy minket, ne vígy minket, ne hagyj minket kísértetbe jutnunk, de szabadíts meg minket az gonosztól. Mi atyánk,
Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Valamennyszer, valahányszor enditek-e kenyeret? Mi? Enditek. Éndetek. Valahányszor ezt a kenyeret eszitek, és a pohárt isszátok. Az Úrnak halálát hirdetitek, míg len eljövend. Az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorát volna, ezt mondván. E pohár, amaz új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret és issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úrnak teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Azért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Micsoda dolgokból és jegyekből esmérjük meg az Istennek ítéletének közel voltát? Első jegy. A Szent Illés próféta megtanította, hány esztendeig állana fenn ez világ. Mert ezt mondta. 6000 esztendeig áll ez világ. 2000 esztendeje üres leszen, 2000 esztendeje törvény alatt, 2000 esztendeje messiásé. Nyilvánvaló jelensége az Krisztus ítéletének közel voltának, hogy soha ez világon az tudományok, bölcsességek, mindenféle dolgokban soha nem voltak olyan bőven, mint mostan. Tekintsd a deáki, vagy doktori rendet. Tekints meg egyéb dolgokban való bölcsességet. Azokban is meglátod, hogy soha ennyi sok és új találmány nem volt. Mind az ég,
mint pedig az föld úgy tetszik, mintha megfogyatkozott volna természetiben. Az egek nem adnak esőt az földnek zsírosítására. Az föld nem terem testünk táplálására valót oly bőséggel és gyönyörűséggel, mint elébb. Az fák nem teremnek oly bőséggel. Az folyóvizek nem teremnek halakat. Az üdőnek folyása annyira elváltozott, hogy az telet az nyártul, az nyarat az télütül alig választhatjuk meg. Miképpen kell magunkat készíteni az ítélet napjára? Készen kell lennünk, és szüntelenül vigyáznunk kell, mint illik az hívszolgákhoz az ő uruk távollétekben, kiknek megjövetele bizonytalan.